12.27-es, a 15-ös várunk készen áll a felszállásra. 12.27, a 15-ös pálya szabad. 15-ös pálya szabad, 15-ös pályára és fel, 12.27-es. Csak le. 12.06, folytasd. Olyan kell, hol negyedik előtt. Megáll a szó. Ja, láttak most már. Hotel Yankee Echo, előtted van a 12.06. Akartam mondani, hogy megyek keszi oldalra szűken. Csináltad nyugodtan. Kezd meg a leszállást. 50-64, vette, megkezdik a leszállást. 12.27-es a 15-ös jobb másodikból kisorolok gyúró irányába, feladat vitorlázó repülés, várható visszatérési idő délután 3 óra helyi idő szerint, és áttér ez az éjszak tájékoztatóra figyelés céljából 119.35. Nyugtázom az áttérést, zivatarokra figyeljetek, kezd összeállni. Nyugtázom, 12.27-es figyelem majd a időjárás alakulását errefelé. A 12.57, szervusziák! Szeköri felszállás után rendszer szerint tartunk gyúróra, 7000-et fordoltunk, szólunk, hogy átérünk vitorlázó módra. A 12.57 váltásnál kinyugt a 7037-es a kód, a 1009-es a QNH. 1009 QNH, 7037-eset fordoltam 12.57. Ez a tájékoztató hotel alfa 12.57, Marszobásár észak 1 km, átérünk vitorlázó üzemmódba, lekapcsoljuk a transponder akkumulátor kémélet céljából. Hotel alfa 12.5 váltásnak nyugtázom, a magasságra figyeljetek, és akkor nyugta. Természetesen a légterek betartásával 12.57, köszi. Szelet tájékoztató, Hotel Alfa 1244-es hív. Hotel Alfa 1244, szervusz, vettem. Szervusz. Lepülési tervet nem adtunk le sajnos, és elindultunk Hajdúszoboszlóról útvonalra, a Tiszató irányába, visszafele úton zivatar tevékenység mellett kerülnünk kellett, és most sajnos pontosan nem tudjuk, hogy hol vagyunk. Transponder van benne, jelenleg standby-ra állítottam. Tudtuk-e esetleg valami tájékoztatást adni, vétel? A Telefe 1244-esnek adását vettem. Javaslom állítani a 70-73-as kódot. QFE szerint 1000 méteren, vagy a szoboszlói QFE szerint. Tehát még egyszer ismételve 70-73-as? Megerősítem, 70-73-as kódot állítani. A QNH 1009-es. 1009-es, 7073. Hotel Kilo Lima, újra a frekvencián. Lasszáza fölött vagyunk, folytatjuk Budaörs felé is. Lasszáza túl délre esett. Hotel Alfa Kilo Lima, nyugtázom. Budaörs elérését kérem. Javaslom majd tökölt meghívni a 127.55-ön, valamint gyúrót. Bejelentett forgalmam nincs, gyúró 123.3. Kelet tájékoztató, Hotel Alfa 1244-es, transponder beállítva, alt állásra 7073-as kód. Hotel Alfa 1244-es, a kijelzés szerint
Békés térségében vagy, mindjárt rámérök és adok egy irány meg egy 100 mérföld távolságot. Köszönöm. Hotel Kilo Lima, mi Las Vegasről Budaörsre tartunk és jóról ki fogjuk hagyni. Hotel Alfa Sierra Kilo Limának nyugtázom, Budaörs elérését kérem. Budaörs elérését adni fogom, Hotel Kilo Lima. Hotel Alfa 1244-es a tájékoztató. 1244-es a tájékoztatónak. Békéshez képest 238-as irányon vagy, és a távolságod 3,5 mérföld. Távolságom 3,5 mérföld, 2,5 percre Békéstől. Azt szeretném kérni, hogy akkor esetleg Békés Csabára, hogyha kapnánk egy irányt. Javasolt irány 181 fok. A távolságod 8,8 mérföld, 181 magnetic track, mágneses irány. Javaslom balra fordulni. Balra fordulok, 181,1-es mágneses irány. Hotel Alfa 1244-es, látod már repteret? Hotel Alfa 1244-es, még nem látom, mert eléggé hivatalosult a környék. Kelet tájékoztató, Hotel Alfa 1244-es, látom a repülőteret, köszönöm az irányítást. Békés Csabai frekvenciát, hogyha megkaphatnám. Hotel Alfa 1244-es, természetesen Békés Csaba info, 123-250. 123-250, Hotel Alfa 1244-es. Amennyibe kérhetem, fölről fölhívna bennünket? Hogy mondod, bocsánat? Leszállás után légy szíves egy megérkezést adni, vagy pedig most elköszönünk. Köszönöm szépen az irányítást, Hotel Alfa 1244-es. Akkor szervusz, jó pihenést majd. Köszönöm szépen. Tájékoztató a Hotel Alfa 1222, szervuszok. Hotel Alfa 1222, szervusz, vétel. 3-as határ, egy felszállás után megkezdtük a leadott terv szerinti repülésünket. Hotel Alfa 1222-nek nyugtázom egyelőre 2500-ben, QNH 1009 szerint kódold a 7024-et. A kódunk a 7024 és 1009 QNH 1222. Megerősítem, nyugtázom. Hotel Alfa 1222, tájékoztató. 1222 vételen. Jelenlegi magasságot? A QNH szerint 2500 láb. Hotel Alfa 1222-nek nyugtázom, forgalmi tájékoztatás képen előtte két mérföldre egy H36-os, valószínűleg termike 3500 lábon emelkedőben. Igen, köszönjük és figyeljük, még egyelőre nem látjuk. Tájékoztató Hotel Alfa 1247-es. Hotel Alfa 1247-esnek vételem. Mi termékelünk itt, most jelenleg 3000 lábon vagyunk. Hotel Alfa 1247-esnek köszönöm, nyugtázom, és akkor neked is forgalmi tájékoztatásképpen egy Dimona most hagyja a Herceghalmot és tart Szombathely irányába. Magasságot 2500 láb. Tájékoztató Hotel Alfa 1222, látjuk a forgalmat előttünk van, igen, köszönjük, följön. Nyugtázom.
12.47-es is látja a 12.22-est, alattunk jönnek el. Nyugtázom, köszönöm. Budapest Information Hotel Alpha Sierra Juliet Fox. Tájékoztató Hotel Alpha 12.47-es. Hotel Alpha 12.47-esnek vételem. Leállított motorral termékelünk Bicske térségében. Megtehetném, hogy lekapcsolom addig a transpondert, amíg termékelünk, Hotel Alpha 12.47-es. Természetesen megteheted, amennyiben jelzed nekem, hogy mikor óhajtasz velünk ismét kapcsolatba lépni, hogy a kutatómentő szolgálatot biztosítani tudjuk. Fél óránként bejelentkezek, Hotel Alpha 12.47-es, illetve hogy a motort indítunk. Hotel Alpha 12.47-esnek akkor fél óránként kérném a bejelentkezést, nyugtázom. Tájékoztatásról a környezetben kérem nagyon figyelni, erős zivatar tevékenységre utaló jelenségek láthatók a meteoradar kijelzésem. Igen, látjuk az ivatarokat, köszönjük szépen, Hotel Alpha 12.47-es. Egyszer tájékoztató a Hotel Alpha 12.57. Hotel Alpha 12.57-nek vételem. Csak tájékoztatás, hogy jelenleg Csákvár és Felcsút között vagyunk, 3500 láb emelkedőben termékre. Hotel Alpha 12.57-esnek nyugtázom. Köszönöm. Farkas egy info, Hotel Alpha 12.27-es hív, szervusztok. Ismételt. Farkas egy info, Hotel Alpha 12.27-es hív. Kicsit szakadozott az adásod, de most hallak. 12.27-es Biator Byte-tól délre vitorlázó üzemmódban, és érdeklődnék, hogy milyen az időjárási helyzet Farkashegyen. Jelenleg nem csöpög az eső, de volt, hogy már kaptunk belőle egy kicsit. Most éppen szélcsend van, egyelőre jók a feltételek a leszálláshoz. 12.27-es nyugtázom, akkor visszaindulok, és majd jelentkezek, amikor elérem a repülőtér közelét. Nyugta. Ebben Agri maradék hajt meg. Szeppel Agri kicsaszír, mehet a rékoldon. Húzom, azt nem tudom, halljátok-e, de itt a mögöttem fölösvény lévő felhőből elég intenzíven dörög. Várjunk a törlésre, azt te vasszod? Nem, elhúzom, messze van, csak nem látom, merre jön. Tango Echo, Charlie 1. A Tango Echo. Mi a helyzet, Laci? A frekvencia, mi a helyzet? Itt a Vélepestnél elég jó eszelt, így aztán a Gerecsétől elindultam visszafelé. Meg itt elkezdett már esni is belőle, igyekszem kerülgetni. Tango Echo, Charlie 1, szerintem hazafelé egy órád van kb. Nyugta, köszönöm. Vagy kevesebb, mert... Elvileg egy siklásból hazaérek, csak kerülgetnem kell, így aztán szerintem még fognom kell majd valamit. Charlie, egy hallottuk, köszi szépen. Annyit mondjál neki, hogy kezdjen el hazafele jönni. Mike 8 a Charlie 1.
18 méter. A start vette az adásod, azt üzenik neked, hogy kezd meg a hazafelé siklást. Biatorbágynál figyeljetek, itt már eléggé lelóg az esőlába. Nyugta, elkezdtük szólni hazafelé. Köszi Charlie 1. Mike 7 a negyedikben. Nyugta, folytasd Mike 7. Ez a pálya megállt a bevontatás. Köszi. Másodott a Mike 8. Nem. Ismételd. Indultunk hazafele 1500-ról. Nyugta, köszi az infót! Mike 4-et hívja a start, pozíció, magasság. Mike 4, jelentkezem, 1500. Gyere te is, légy szíves, most már haza is kezd meg, jó? Mike 4 indul haza. Na, ha a vitorlákat behívják, akkor jobb, ha én is megyek. Mielőtt még baj lesz ebből. Mike 2-t hívja a MAV start, pozíció, magasság. A Mike 2 a Biai tótól vagyok. Keletre 1500 méteren. QNH szerint. Hogy látod ott a helyzetet? Mennyire esik arrafelé? Most itt nem esik. Eléggé feketék itt a felhők, meg minden. Na most így még nem esik, de előbb-utóbb szerintem esni fog. Itt a repülőtértől délnyugatra most már dörög villámlik, úgyhogy gyere te is haza és kezd meg a leszállás, légy szíves. Vettem. Mike 1, tudom, hogy nem tudsz válaszolni, te is kezd meg a leszállást, szépen egymást figyeljétek és sorba gyertek. Csepel start az Agri. Nagyobb balátra. A gépet ne vigyem be, mert ha eléged, akkor ez belülre. Farkas, egy info, hotel Alfa 1227-es. Mit van egy info? 1227-es Biatorbágy irányából közelítek leszállási szándékkal, kérem a megközelítés feltételeit. 15-ös pályát használunk, szél jelenleg 120 fokról 2-3 méter. 15-ös pálya használatos, 1227-es a 15-ös jobb harmadikba sorolod be. Nyugta, folytasd! A 15-ös jobb harmadik van, csak le. 12-27, a pályán vannak gépek itt-ott figyelemmel. 12-27, nyugtázom a pályán lévő gépeket, a negyediket is adni fogom. Folytasd. Másztart a Mike 4. Jöhet. Távoli negyedik bőle. Nyugta, folytasd, egy falke lesz még a negyedikben hamarosan veled együtt, figyeljétek egymást. Jó, akkor én megyek falu oldalra. 12-27-es, látom a forgalmat, akkor én megyek középre. Nyugta. Azt ír, előtted van a falke, és úgy helyezkedjél, hogy elférjél mellette.
12-27-es középen is vannak, úgyhogy egy kicsit azért nekem is balra kell tartanom. Nyugta. Tango, 27-es jobbra vissza. Latja, tudsz maradjál még bátran, most itt nem esik a reptéren, körülöttünk viszont igen. Tango jelentkezik. Hát ez az alása van, mondom, maradjál, hogyha tudsz. A reptéren nem esik, körbe viszont igen. Mike 2 hívja más startot. Vétel a más start. Mennyire gyorsan kell leszállnom? Itt vagyok Budakeszi fölött 800 méteren, egyből leszálljak, féklapozzak, vagy ráérek még? A mábos gépek kezdjék meg a leszállást, féklapozzatok, és 33 szerint helyezkedjetek, a szél átfordult. Mike 2 vette. Mike 8 nyugta. Tudom, a Mike 4 nem tudja nyugtázni, gyertek is 33-ról, legyetek szerek, szóljatok, amikor a 33-nál, ugye vagy a jobb, vagy a bal harmadikba vagytok. Kettő melletted, mögötted vagyok. Tizenkettő 27-es a hangárok előtt kikapcsol, sziasztok!